amint látjátok, meglett a teljes szoba poszterség. Most még szerintem a videó végén be fogom várni, hogy majd milyen lett az egész szoba, de annyi a lényeg, hogy látjátok, szépen ki lett poszterezve. Na, akkor mindjárt oda varázsolódok nektek ide. Ide. Nagyon szuper módon. Nos, hát sziasztok, Roli vagyok. Itte varázsolódtam nagyon szép módon, nem tudom miért akadtam meg így, hogy itte varázsolódtam, de ide varázsolódtam, annyi a lényeg. Na, ahogy láthatjátok, tele lett a szobám fala poszterrel. Tele lett a szobám fala poszterrel. Nem tudom, hogy miért énekeltem el, szóval igen. Halljátok, ez puga énekel. Na, igen, hoztam megint pár témát. Köszönjük, puga, ilyen. Tőlem tanulja magas céget, ugye? Na, úgyhogy igen, tele lett a szobám poszterrel. Még ott arra van egy kis hely, de majd mindjárt körbe mutogatom itt a videó végén, hogy milyen lesz a dolog. Most puga itt nekem fog itt attrakciózni, akkor nagyon fog körülni, de mindegy, legalább látjátok, hogy milyen hangja is van neki. Most megint betülöznek puga meg Totyika, na mindegy, szóval igen, tegnap rendeltem, ugye ezt a Last of Us-os meg a Far Cry 4-es posztert. Ezt a kettőt amúgy akkor megvartam szerezni, és megnéztem, és pont volt. Én nem is tudtam, hogy ilyen Last of Us-ban van poszter. De aztán megörültem, amikor láttam, hogy igen, úgyhogy ezt a kettőt megrendeltem. Elég érdekes története volt, mert megrendeltem 3 hete, és írtam az emberkinek, hogy meg szeretném venni, és más, tehát egy hét eltelt, utána írt, hogy még nyaral, aztán küldjem el a pénzt. Elküldtem, aztán egy hét múlva jött vissza, amikor pedig 2 napos ünnep volt, és ott egy 4 napos, és akkor így hétfőn küldte el, most van szerda, tehát tegnap jött meg kedden. Úgyhogy nagyon szuper, így feldíszítettem az egész házamat, vagy házam, szobámat. Úgyhogy most már tele poszterrel lesz legalább, mert mindig kérdeztétek, hogy mi van már a poszterekkel, meg kérdeztem, mit kell megcsinálni itt a mindenem belül, aztán mondtátok, hogy szobát csináld már meg, hát mi, hogy néz ez ki, ilyen lukasság minden, mármint így a fal, és akkor most már nagyon szép lesz, úgyhogy eredetileg, hát úgy most egyelőre ilyen szoba felállítás lesz, és hát hogyha bent fogok így kamerázni, akkor így lesz a kinézete. Még itt ezen a falon is van 3 nagy ilyen poszterem, majd azt mondom a végén, körbe mutogatom, hogy hogy néz ki így a szoba oldalon. Na, úgyhogy akkor igen, megjöttek a poszterek, és szép lett a szoba. Na, jó, akkor ezt kitárgyaltuk. Következő. Most felírtam a nyári videó, de ezt tudtam, hogy el fogom felejteni, mert reggel is már úgy írtam fel, hogy biztos elfelejtem, hát el is felejtettem sikeresen. Nem tudom, mit akartam már itt mondani. Nyári videók, te jó Isten, nem tudom, mit akartam mondani. És pedig ez lenne az utolsó ilyen témám, a nagy témám előtt, de nem akarom lelőni. Mindegy. A puga jó lenne, hogyha nem kotorál. Puga, mit csinál? Na, mit csinál? Gyere ide, puga, gyere. Gyere ide, puga. Puga jön. Közben gondolkozok, mit akartam a nyári videó címszó alatt mondani. Gyere, puga. Itt egy puga. Szervusz, puga. Na, vlogoljunk egyet? Így. Várj, egy megtartalak, mint valami ezé. Egy jogart. Ó, ki lakik oda lent itt? Na jó, mindegy, mert jogvédet kapok. Na, mi az? Ide jöttél mi? Pugellini, pugelátor, pugel, pug, pug. Köszönjük szépen. Nem tudom, mit akartam a nyári videókkal kapcsolatban. Ja, de tudom már, igen, mert a YouTube-on ugye most összeszámoltam, mert én itt kétségbe voltam esve, na jóval lemehetsz, puga, leteszlek, vagy itt mászkálsz, nem tudom, de látszik szerintem, mert látszik idáig a. Pont nem látszik, jó, ügyes vagyok, mindegy. Hát, hogyha látszik, akkor látjátok, ha nem, akkor nem. Szóval összeszámoltam, mert én kétségbe voltam esve, hogy mondom, úristen, hogy ugye most nyári szünet volt, meg minden, és hogy nem tudtam videókat csinálni, meg nem annyit tudtam, amennyit terveztem. És most így összeszámoltam, most nem számoltam össze, ez olyan, mint a megvonatban nincs megadva, szóval összeszámoltam, azaz nem számoltam össze, de úgy összességében elég sok videót sikerült feltölteni ahhoz képest. Tehát azt nézzétek, az volt már nyári szünetben, aminek ilyen új kerete van, tehát ez már július 5-től volt. Köszönjük szépen. Mert ugye akkor volt a csatorna születésnap, és akkor volt már ugye nekünk így nagyjából nyári szünet. És elég sok videót sikerült feltölteni, de remélem, hogy tetszik ez nektek is. Mármint úgy tetszett overall az egész folyamat, hogy miket tettem fel, meg minden. És nagyjából ennyi. Tehát, hogy örültem legalább, hogy nem az volt, mint mit tudom én tavaly, hogy
Tavaly nem is töltöttem fel ennyi videót, de tulajdonképpen ezzel most meg voltam így elégedve. Jaj, puga, lefeküdtél, jó van, feküdjél. Szóval díszlet. Na, úgyhogy igen, meg voltam elégedve. Most lesz még egy ilyen nagy YouTube frissítésem, csak már akartam kezdeni, de még mindig nem jutok el odáig, hogy most megcsináljam végül is. Ugye az összes videómat megnézem, hogy minden jó van-e benne, meg mindenféleséget megcsináljak, és nagyjából ilyenek. Nem tudom, nekem most itt az intrónál, tehát ugye van nekem az intróm, és az a rész, amikor bele kell tenni azokat a linkeket, tudjátok, a végén, hogy rá kell kattintani, az valamiért bebagolt nekem most, vagy egy 10 videónál már ilyen bagos a rendszer, hogy ha pont arra négyzetre illesztem, akkor el lesz csúszva. Tehát mindig lejjebb kell tenni ezeket a linkeket, link kockákat, hogy benne legyen a videó végén a linkbe. Na, de puga, most hogy mit csinálsz itt, kaparsz, mindegy. Szóval nem értem, hogy ez ilyen bagos rendszer most, de mindegy, hát meg lehet szokni. Úgyhogy ezt is majd lehet, hogy remélhetőleg orvosolják. Na, és akkor még mit akartam mondani? Közben a tévém meg úgy látszik elromlott, mert ilyen foltos lett. De azt már mondtam, ugye végül is nem ezredes a tévém, hülyeséget mondtam, mert sima ledes, LCD ledes, de nem tudom, valami ez szar, úgyhogy most szomorú vagyok, de lehet, hogy vissza kell küldeni majd, hogy megjavítsák, aztán remélhetőleg már jó lesz. Most itt hűtöm, meg minden szar, de nem javul, úgyhogy nem tudom, ilyen széria hibás, vagy mit tudom én, de mondom, majd meglátjuk, mi lesz. Ó, jó lenne, ha meg lehetne javítani tényleg, mert amúgy szeretem, meg jó tévé, csak hát ilyen foltos kás szegény. De hát nem tudom, majd egyszer csak kiderül, hogy mi lesz vele. Igen, na. Tegnap volt vége ugye a COD Black Ops 3 beta tesztjének. Jó sokat játszottam vele, vagy nem tudom, 15 órát, hogyha körülbelül az egészet nézzük, igen. Abból csináltam úgy 9 darab videót, amiből 5 darab lett ilyen elfogadható minőségű. Nem tudom, ez a Twitch, ez olyan ultra szar, hogy az egyik videót este 10 után nem lehet streamelni, mert ilyen szaggatós lesz, ilyen 800 kilobittel tölt, vagy bitráta, vagy mi az Isten az. Tehát, na mindegy, szóval az gagyi. Viszont a többi, ami látható lett, az ugye fel is tettem. Azt meg lehet nézni majd nektek is. Nem tudom, ezt a bétát nem fogja leszedni a Treyarch, vagy az Isten Activision, de csak nem. Mint ugye Batmannél volt. Nem tudom, hát hogyha fenn lesz, akkor fenn lesz, úgyhogy én várni fogom. Megnéztem, nincs olyan nagyon előrendelői csomag, szóval van benne egy fémtok, aztán jó napot kívánok, annyi. De attól függetlenül mindenképp meg fog menni, mert egy jó játék, és akkor nagyjából ennyi. Na most én mit akartam, most itt gondolkozok. Hát már csak nagyjából egy pár nap van is suli kezdésig, úgyhogy nagyon szomorú mindenki. Bár remélhetőleg nem vagytok annyira szomorúk, mert hát ugye barátok, meg ismerős, meg mit tudom én, azért mindig a pozitív oldalt nézzük mindenbe. Úgyhogy azok is lesznek, hát remélem mindenkinek jól telt ez a nyári szünet, meg minden. Nekem elég rövid volt, de az jól telt szerintem, úgyhogy nagyjából oké. Puga itt már meghal közben nagyszerű módon. Na, és akkor az utolsó téma, amiről szeretnénk még kicsit beszélni, meg kitérni, az egy ilyen egész nagy téma, ezt még nem is akarom biztosra mondani, de annyi a lényeg, hogy lehet, hogy fogok ősszel kimenni, ugye őszi szünetben, egy ilyen, hát nem mondom el, akkor még nem mondom el, csak hogy majd lesz egy ilyen jó kis változás, szóval valahol fogok menni külföldre, annyi a lényeg. Tehát külföldre ki fogok menni, és akkor ott leszek, nem tudom, 2-3 hetet, ahogy meg tudjuk majd oldani. És onnan is fogok nagyon sok videót csinálni, rengeteget, hogyha remélhetőleg, ha úgy lesz a dolog, akkor valami kép megjelenítési technikában is fog változni a dolog. De még tényleg nem akarok így spoilerkedni, mert még nem biztos meg minden. Bár én ezt olyan hülyeségnek tartom, hogyha valamit nem szeretnének, és akkor nem mondják el, de én még azért nem mondom el, mert nem tudom, hogy hogy leszünk. Még nekem is meg kell kérdezni, én csak így most egy kitaláltam, meg így beszéltük egyszer, de hogy most hogy lesz, meg kinek, hogy, meg minden. Úgyhogy azt még meg kell majd oldani. És hát akkor nagyjából ennyit akartam, hogy ilyeneket. Ez most dörgött az ég, vagy nem? Most megint az volt, hogy jött ez a 20 fok, aztán most megint 30 fok van, tehát nem értem ezt a nyarat. Tehát 6-szor volt ilyen váltás, hogy 40 fok, aztán 20 fok, 40 fok, 20 fok. És hogy 6-szor így volt, tehát nem csoda, hogy állna, hogy jönnek ezek az mentők, meg minden, mindenkit meghal, meg szívinfarktus, mit tudom én, úgyhogy mindegy, na. Akkor ennyit akartam így nagy vonalakban. Lehet még lesz majd egy, hát nem tudom, azt nem mondom, nem ígérem, de lehet lesz még egy ilyen nyárbúcsúztató videó. Péntekre, most péntekre szerveztem egy ilyen kis bulit, ilyen baráti társasággal, aztán hogyha eljönne mindenki, lehet, akkor lehet csinálni olyan videót. De nem tudom, az is kell, hogy beleegyezzenek, még mit tudom én, úgyhogy ezt még nem ígérem, de lesznek jó programok. Na mindjárt akkor megmutatom itt a szobát, és akkor ennyi lenne így a
ez a kis vlog, ez nem volt hosszú meg minden, de feltöltöttem most egy jó pár vlogot, úgyhogy tessék megnézni. Van Minecraft nyereményjáték is, ami mindig aktív, az arra lehet nyugodtan jelentkezni. Nézzétek meg a Sok Minden című videót, azt hiszem az a neve, Sok Minden, igen. És abban az elején azt elmondom, hogy mi a Minecraft nyereményjáték feltétele, meg mindenség, úgyhogy ennyi. Na, úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek, megmutatom a szobát, és akkor utána pedig még elköszönök a továbbiakban. Nem is kapcsolom ki, hanem csak ide jövök, ott látható Puga, nagyon szép módon. Puga, köszönjél! Tök jó, mert levettem a kamerából kettő szintet, hogy ilyen sötétebb legyen, tehát arrafele, és ezt most jól mutogatom, és most így jó a képe, tehát olyan, mint amit én látok valóban. Na, ugye nekem itt ez a szoba át volt rendezve, még ott vannak a nagyon szép ilyen PET palackok, mindegy. Szóval igen, tehát így át van rendezve, és akkor nagyjából így néz ki. Most így, ha nagyon hátra jövök, akkor igen, ilyen berendezkedés, tehát eléggé jó szerintem ilyen kis pont, addig van, mint az ágy, Puga meg le akar jönni. Szóval ugye itt felül vannak ilyen autós poszterek, amit még régen gyűjtöttem. Ugye itt van egy ilyen hatalmas hely, de ez mivel ugye senki nem látja, meg nekem is a 16-9-es kamerát, hogyha elég messze teszem, akkor pont ez a 2, 4, 6, 10 darab kép látszik, és akkor nekem ez pont elég. Na most itt a végén van egy ilyen bug. Ugye ez a Star Wars-os poszter, amit kaptunk PlayIT-n a Debrecenin, ez sokkal nagyobb, mint az alap poszterek, tehát látjátok, sokkal hosszabb. Ez a Star Wars-os, ez meg még régi, tehát még ez vagy 5 éve megvan nekem, és még akkor ilyen kisebbek voltak az alap poszterek. Szóval itt a végén van ott egy ilyen, nem tudom, 3 centis csúszás, meg ez is lejjebb van ez a poszter, mert ez pici, az meg nagyon nagy, de így tettem, mert ugye a végén nem látszik úgyse, tehát mondjuk ha ennyi látszik, akkor az úgy eléggé jó. Na, és akkor Batman poszter, Mortal Kombat poszter, GTA, Far Cry 4, ami most jött, aminek nagyon örülök, Crew, Call of Duty, Advanced Warfare, Assassin's Creed 4, illetve Last of Us, amire nagyon fájt a fogom, én nem is tudtam, hogy ilyen Last of Us-ban van poszter, mert ezt nagyon meg akartam, mert PlayStation 4-re van és belőle skinem, és akkor az tök jó. Illetve ugye itt van fent egy ilyen nagy Destiny-s poszter, amit lehet vagy így, vagy pedig így tenni, de mivel nekem most így fért ki, ezért így tettem, amit szintén önimádok. Van egy, ami nemrég jött, ez a Zombie Army trilógiából egyfajta poszter, ebből van 3, illetve a Diablo 3-as poszter, úgyhogy nagyjából így néz ki most így a szoba sarok, úgyhogy nektek is már lehet gyönyörködni meg minden, hogy már itt tele van az egész, úgyhogy én örülök neki nagyon. Itt áttettem ugye, mert itt nagyon sok helyet hagytam én a másik régi poszteren, tehát most ilyen nagyon ilyen fél centi hely van csak mindenhol, úgyhogy most már egybefüggő a fal, meg minden, úgyhogy ilyen nagyon szépen néz ki. De lehet így is, hogy így. Amúgy ott meg van egy GTA 5-ös poszter map, itt meg egy jó kis, mi az Isten, az nem térkép, hogy hívják már, az mindegy, ilyen mini szoba bemutató, szóval naptár eszembe jutott közbe, úgyhogy akkor itt Pugával búcsúzunk, úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb, addig is sziasztok! Szia, Puga!